Tehát ennek a beszélgetés sorozatnak a második részéhez érkeztünk, és engedjék meg, hogy néhány percben összefoglaljam mindazt, amit megtisztelő kegyeinkkel próbáltam ajánlani az elmúlt alkalommal. Most is körülbelül egy 3-4 órában próbálnám összefoglalni mindazt, ami ennek a meglehetősen hosszúra nyúló történetnek, terveink szerint körülbelül 15 ilyen 3-4 órás előadás lenne majd ennek a történetnek a része, tehát ennek a történetnek a következő elemét jelenteni. Tehát ha röviden összefoglaljuk mindazt, amiről az elmúlt alkalommal beszéltem, akkor talán annyit mondhatnánk, hogy ezt minden ember, aki ma nyitott szemmel próbál járni ebben a világban, érzi, hogy valami nagyon nincs rendben az egész emberi létezéssel. A világ ma egy olyan hely, amelyet bizonyos értelembe véve, ahogyan ezt az elmúlt alkalommal is említettem, a megvalósult képtelenségek világának nevezhetnénk. Ennek egyik közvetlen megnyilvánulása, ami látszólag ilyen ökológiai probléma, ám az egész emberi létezést fenyegeti, hogy miközben mondjuk egy 10 éves gyerek is tudja, hogy 3 perc alatt elpusztulunk levegő nélkül, már oxigén nélkül persze, 3 nap alatt víz nélkül, és mondjuk 3 hét alatt tápláló egészséges élelem nélkül, és az emberiség a globális gazdaság segítségével ma valójában egyebet sem tesz, mint pervers kéjjel szétveri azokat az alapvető rendszereket, amelyek mondjuk a jövő hét közepénél egy picit azért hosszabb időre is lehetővé tennék, hogy lélegezhető levegőnk, iható vízünk és tápláló egészséges élelmünk legyen. Az ember ma, tehát az emberiség egésze nem észszerűen viselkedik, miközben persze az uralkodó közgazdaságtan váltig állítja, hogy az ember homo economicus, aki rendkívül racionálisan tud dönteni és választani a különböző alternatívák között. Sajnos, ha körülnézünk a világunkban, a történések nem ezt jelzik vissza, és azt hiszem nem túlzunk, hogyha azt állítjuk, hogy éppen az ellenkezőjét, az ember egyfajta, az emberiség egésze egyfajta tragikus zsákutcába jár, és nyomul egyre eltökéltebben előre, Babits Mihály híres versének a címével szólva, hadjárat a semmibe. Meg kellene tehát magyaráznunk, legalább magyarázatot kellene találni mindenre, és természetesen meg kellene kísérelnünk felvázolni egy olyan létstratégiát, amely lehetőség szerint kiutat jelenthet ebből a zsákutcából, abból a mély válságból, amelybe egyelőre az emberiség egyre mélyebben masírozik bele. Az elmúlt alkalommal körülbelül odáig jutottunk el, hogy mindennek a legalapvetőbb oka, és itt újra meg kell ismételnem, segítségül hívtuk a költészetet, mert ha megáll a tudomány, akkor jön a költészet, amely azt is ki tudja fejezni, amit a tudomány soha. József Attila egy verséből idéztem azt a meglehetősen komor hangulatú versort, hogy ős patkány terjeszt kort, mi köztünk a meg nem gondolt gondolat. És azt hiszem, az emberi létezés legmélyebb tragédiája, az ember tragédiája, madács nyelvével szólva, az valójában a meg nem gondolt gondolat. Az ember mindig jártatja az agyát, mindenféle dolgokat elgondol, olyanokat is, ami még nincs a világban, aztán igyekszik azt megvalósítani, és hogyha ez sikerül, akkor nagyon boldog, elégedettel hátradől, és azt mondja, hogy milyen okos voltam, hogy ezt elgondoltam, és milyen ügyes voltam, mert meg is tudtam valósítani. Ám nagyon súlyos veszélynek teszi ki magát, hogyha ezzel valóban megelégszik, és azt már nem vizsgálja, hogy vajon amit elgondolt és megvalósított, az hosszú távon harmonikusan beilleszthető-e az emberi létezésbe. Az esetek jelentős részében ugyanis többnyire utólag derül ki, hogy jó ötletnek látszott, és aztán persze meg is valósítottuk, akár az egyén, akár az emberi közösségek, aztán később nagyon súlyos problémák adódnak, és kiderül, hogy meg nem gondolt gondolatról van szó, egy olyan gondolatról és annak a megvalósításáról, amely utána rendkívül súlyos fenyegető következményekkel jár, sokkal több a kára, mint amennyi haszna vagy adódott, vagy inkább csak látszott az elgondolás fázisában. Ezt egyébként közgazdasági nyelven úgy fogalmazhatnánk meg, hogy az ember minden döntésével, valójában minden döntésével, minden gondolatával, minden tettével gazdálkodik valamilyen módon, a mással nem például az idejével, energiájával, a saját fizikai testével,
erkölcsi, lelki, erkölcsi, szellemi energiáival, és persze az anyagi javakkal is, ami körülveszi. Általában csak erre szoktunk összpontosítani, és azt nevezünk gazdaságnak, ahol az anyagi javakkal, a pénzzel gazdálkodunk, holott valójában sokkal fontosabb az a gazdálkodás, amit saját magunkkal, a saját fizikai testünkkel, egészségünkkel, fizikai egészségünkkel, például a népesedési viszonyokkal, mert az a testünkkel való hosszú távú gazdálkodás egy sajátos formája, még hogyha így talán furcsán is hangzik. És persze a lelki, erkölcsi, szellemi javainkkal is folyamatosan gazdálkodunk. Az ember mindig gazdálkodási döntéseket hoz, és mindig akár tud róla, akár nem, akár tudomásul veszi, akár nem, méricskél, nagyon helyesen teszi, hogy méricskél, felméri azt, hogy mekkora energiát fordít valamire, és mennyi lesz majd annak a hozadéka. A tetteink többnyire pontosan arra irányulnak, és nagyon helyes, hogy arra irányulnak, hogy minél kevesebb energiával, minél több hozadékhoz, tehát minél kevesebb ráfordítással, költséggel, minél több hozadékhoz jussunk. Ez valójában azt a sajátos összefüggést fejezi ki, amelyet egyébként már a római jog is használt, és a mai magyar polgári jogban is szerepel. Ez úgy hangzik, hogy a jó gazda gondosságával. Ebben a mondatban valójában benne van az emberi lét lényege. Tulajdonképpen ebből a nézőpontból egyáltalán nem meglepő, hogy valójában valamennyi vallás is, így nyilván a kereszténység teremtés mítosza is, valójában erről szól. Az Isten megteremti az emberen kívüli valóságot, aztán általában a teremtési folyamat végén megteremti magát az ember, és megbízza az embert azzal, pontosan ezzel, ami egyébként tehát a polgári jogban ilyen formában ma is szerepel, hogy a jó gazda gondosságával bánjon a felelősségére, a szakrális felelősségére bízott teremtéssel. Nyilván alig ha véletlen, hogy valamennyi kultúra rendkívül fontosnak tartja azt, hogy az ember szakrális felelősségétől áthatva legyen jó gazdája annak a világnak, a teremtett világnak, amelyet az ő felelősségére bízott a teremtő. A nagy kérdés azonban az, hogy hogyan lehetünk jó gazdák. Ennek a sorozatnak az egyik alapvető célja az, hogy megpróbáljunk kicsit eltöprengedni ezen a kérdésen, és hát megkíséreljük felvázolni, hogy az ember, az emberiség egésze, és benne persze a magyarság is, ma miért nem jó gazdája annak a világnak, amely a szakrális felelősségére bízatott, és hogy hogyan lehetne ezen a helyzeten változtatni. Az elmúlt alkalommal tehát azokat az alapkérdéseket foglaltuk össze, amelyek azt próbálták tisztázni, hogy az ember miért hoz, a meg nem gondolt gondolat, József Attilával szólva, miért hoz olyan döntéseket, miért gondol el olyan folyamatokat, és miért valósít meg, amelyek aztán később, mint a palackból kiengedett szellem, említettük ezt a népmeségből vett metaforát, mint a palackból kiengedett szellem ellene fordul. A palackból kiengedett szellem meséje, ahogyan arról az elmúlt alkalommal is beszéltünk, azt beszéli el az emberiség számára, hiszen a mesék mindig tükröt tartanak az emberiség elé, hogy az ember állandóan tele van mindenféle csodálatos vágyakkal, és gyakran elbizakodottá válik, nem figyel azokra a veszélypontokra, amelyek pedig figyelmeztetnék arra, hogy a vágyaidat követve olyan dolgokat is elkövethetsz, olyan dolgokat is elgondolhatsz és megvalósíthatsz, amelyek aztán később nem csak hogy nem elégítik ki ezeket a vágyaidat, hanem éppen ellenkezőleg ellened fordulnak, sőt akár elpusztítással fenyegetnek. A döntő kérdés tehát az, hogy mindez miért és hogyan következik be. Hol vannak azok a pontok, ahol az emberi létezésnek, az emberi közösségeknek mindig fent kellene tartania, és idáig jutottunk el, fent kellene tartania és működtetnie kellene olyan intézményeket, amelyek segítik az adott emberi közösséget abban, hogy ne hozzon rossz döntéseket. Ez értelemszerűen a történelem nagy részében ezt a feladatot általában valamiféle egyházak töltötték be, tehát olyan szakrális szerveződések, akiknek az volt a, amelyeknek az volt a feladatuk, hogy az ember spirituális lényegét próbálják megfogalmazni. Ha egyszer minden vallás, minden létértelmezési logika azt sugallta,
hogy az embert a teremtő bízta meg azzal, hogy jó gazdája legyen a teremtett természetnek, akkor teljesen érthető, hogy valamiféle az egyházhoz, a valláshoz kötődő szerveződés, kulturális szerveződés jelentette a garanciáját annak, hogy az adott emberi társadalom nem tér le erről az útról, hiszen ezeknek az intézményeknek kellett figyelmeztetni az emberi közösségeket arra, hogyha valami olyan dolgot találtak ki, gondoltak el, és pláne akartak megvalósítani, amiről sejthető volt, hogy nem lesz hosszú távon harmonikusan beilleszthető a teremtett világba. A nagy kérdés az, hogy az ember, a mai emberiség mikor és hogyan tért le erről az útról. Ha ugyanis az elmúlt mondjuk 6-7 ezer év történetét áttekintjük, amelynek az első néhány ezer éve olyan hatalmas, ma is bennünket egyébként csodálattal eltöltő birodalmak létrehozását tette lehetővé, mint amilyen az ősi Egyiptom volt, vagy Mezopotámia, vagy a mai Kína, illetve India területén létező több ezer évvel ezelőtt keletkezett, és aztán ezer éveken keresztül a maguk kulturális hagyományait folyamatosan gazdagítani és fenntartani képes roppant méretű birodalmak, amelyeknek kulturális teljesítménye és sokszor technológiai teljesítménye, gondoljunk mondjuk a piramisok építésére, ma is csodálattal tölt el minket, nem csak hogy nem tudjuk utánozni, hanem esetenként megmagyarázni sem tudjuk azokat a csodálatos teljesítményeket, amelyekre ezek a kultúrák képesek voltak. Ráadásul, ha ehhez azt is hozzáteszünk, hogy ha megnézzük a hétköznapi használati tárgyaikat, akkor azokból olyan harmónia, emberség és méltóság teljesség árad, ami ma is borzongással tölt el minket, és legyünk őszinték, sokszor talán joggal kicsit el is szégyeljük magunkat, hogy az emberiség ezek szerint már sok ezer évvel ezelőtt olyan tudások birtokában volt, amellyel mi hiába érezzük magunkat sok szempontból fejlettebbnek, de nem rendelkezünk. Ez felhívja arra a figyelmet, hogy nagy valószínűséggel az emberi létezés ciklikusan változik. Mi a nyugati civilizáció gyermekei vagyunk, és a nyugati civilizáció kicsit megmosolytató módon az egyetlen olyan kultúra, az egyetlen olyan ismert kultúra, mondjuk az elmúlt 7000 év történetéből, amely változatlanul hisz a folyamatos, lineáris, sőt exponenciális felemelkedésbe. Tehát úgy gondolja, hogy a történelem, különösen a saját története, az egy vég nélküli fejlődés, amely ilyen szigitúradasztra, ugye, egyenesen a csillagokig, a végtelenségig, időben és térben, a végtelenségig teszi lehetővé az, hogy törésmentesen, mindenféle ciklusok nélkül menjen végbe az emberi fejlődés, legalábbis az a valami, amit a nyugati kultúra emberi fejlődésnek nevez. Ezzel a nyugati kultúra teljesen egyedül maradt, nincs egyetlen olyan civilizáció sem, és nem is volt az elmúlt 7000 év történetében, amely ne ciklusokban gondolta volna végig az emberi történelmet. Ez valójában nem igazán meglepő, mert az ember legősibb tapasztalata a ciklus. Ha 10 vagy 100 000 évekkel ezelőtt az ember körülnézett a világban, akkor ami legelőször is feltűnt neki, az az, hogy minden ciklikusan változik. A napszakok, az évszakok, az állatok, a számára fontos állatok, növények szaporodási ciklusai, mindegyikkel kapcsolatban pontosan észlelte azt, hogy, és egy idő után meg is tanulta, kénytelen volt megtanulni ezeknek a ciklusoknak a természetét. És ez mindenre igaz. Minden, ami a világban, a teremtett világban megtörténik, az ciklikusan változik, és miért pont az emberi történelem lenne ez alól kivétel. Nagy valószínűséggel tehát a nyugati civilizáció az, amelynek talán nem is túl távoli jövőben felül kell vizsgálnia ezt az álláspontját, mármint azt a, én is úgy gondolom, alapvető tévképzetét, hamis képzetét, hogy tudnélik az emberi faj egésze képes tartósan, folyamatosan, lineárisan vagy exponenciálisan, ahogy a függvényt mondja, fejlődni, növekedni.
Ez nyilvánvalóan nem így van, az emberre is, az emberi világra is érvényes a ciklikus fejlődés, a ciklikus változás logikája, ami azt jelenti, hogy vannak kulturális értelemben felívelő szakaszai az emberi létezésnek, amikor az ember egyre közelebb jut például ahhoz, hogy valóban a jó gazda gondosságával bánjon a szakrális felelősségére bízott világgal, és sajnos vannak delelő periódusok, és aztán van hanyatlás és szétesés. Nagy valószínűséggel bármilyen fájdalmas is, arra kell tehát készülnünk a következő évezredekben is természetesen, ami első hallásra talán mulatságosan hangzik, hiszen ugye az ember élettartama itt a földi világban azért nem évezredekkel mérhető, és ez egyúttal, erről majd később is szeretnék szólni, és részletesebben is felhívja arra is a figyelmet, hogy valójában az embernek kettős felelőssége van. Felelőssége van a saját életével kapcsolatban, ezzel az egyszeri, megismételhetetlen és fájdalmasan rövid élettel kapcsolatban, ami jó esetben is, különösen itt Magyarországon 70, maximum 80 év szokott lenni, de szerencsésebb nemzetek esetében is legfeljebb 10 évvel több a születéskor várható élettartam, de felelőssége van a létezésért is. Azért a létezésért, amely nemzedékek százait vagy ezreit foglalja magában, és évezredeken keresztül, vagy akár remélhetőleg ennél is hosszabb időn keresztül alapozza meg az emberi létezést. Valójában az ember számára az idő is kettős természetű, és ezt az ókori görögök még egészen pontosan értették, nem véletlen, hogy két kifejezést használtak az időre. Érdekes módon az egyik ilyen kifejezésük, az időre használt kifejezésük az megmaradt, például a magyar krónika kifejezésben a kronosz, tehát a görög két megnevezést is használt az időre, az egyik volt a kronosz, ez például a krónikában, vagy kronológiában, vagy kronométerben, nagyon pontos órákat szokták kronométernek hívni. A krónikáról talán hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ez valójában magyar szó, görög eredetű. A kronosz volt tehát az egyik megnevezés az időre, ez mérte az életünk idejét, annak a fájdalmasan rövid, egyedi, megismételhetetlen, empirikusan átélhető, tapasztalati úton közvetlenül átélhető életet jelentette, illetve ennek az életnek, ennek az életidőnek a múlását jelentette a kronosz, írta le a kronosz. Ám használtak a görögök a köznyelvben is egy másik kifejezést is az időre, ez volt a kairosz. A kairosz szinte teljesen ismeretlen fogalom ma már, feltételezhetőleg még a bölcsész értelmiségiek számára is, csak mellesleg jegyzem meg, hogy Magyarországon is kevésbé ismert volna, hogyha 20 évvel ezelőtt nem jött volna létre egy ilyen nevet viselő könyvkiadó, a kairosz könyvkiadóról van szó, de így talán a fogalmat ismeri a magyar értelmiség egy része, de hogy a fogalomnak mi az igazi tartalma, azt nagy valószínűséggel nagyon kevesen tudják, és ez egy nagyon sajnálatos tény. A kairosz ugyanis az emberi létidőt méri. A kronosz az életidőt, a kairosz pedig a létidőt. A kronosz, ami tehát megmaradt, a krónika, a kronológiában, az méri az életidőnket, hát ezt a mókuskerékidőt, amiben itt belelökve mindnyájan teszünk-veszünk, állandóan rohanásban vagyunk néhány évtizeden keresztül, és legyünk őszintén sokszor az életünk utolsó szakaszában bizony, ha számvetést teszünk, akkor nem feltétlenül vagyunk elégedettek mindazzal, amit tettünk. Tehát ezt méri a kronosz. A kairosz viszont azt a létidőt méri, ahol mi is részesei vagyunk annak a sok-sok ezer generációnak, és felelősségünk van. Felelősségünk van azért, amit az őseink ránk bíztak, és felelősségünk van azért a nemzedékért, már hogy egyáltalán megszülessenek azok a nemzedékek, akik majd mindezt tovább folytatják, illetve hogy ők is olyan feltételeket találjanak itt a földi világban, amely számukra is folytathatóvá teszi mindezt. 14. Lajosnak tulajdonítják ezt a szállóigévé vált mondást, hogy après moi le déluge, tehát utánam a vízözön. Ez nagyon pontosan kifejezi azt a sajátos és rendkívül veszélyes lelki beállítódást,
amely kizárólag a Kronosz tekinti időnek, ami az én életem. Az persze, hát az nyilván, az közvetlenül érint, azt nagyon-nagyon fontosnak tartom, de ami egészen bizonyosan azután következik be, amikor én már nem leszek itt a földi világban, az ugyan miért érdekelne engem? Egyébként nem csak 14. Lajost foglalkoztatta ez a kérdés, és nem csak hát neki volt ezzel kapcsolatban ez a meglehetősen cinikus mondása, hanem egy időben és térben hozzánk közelebb lévő személynek is, ez nem más, mint Ronald Reagan amerikai elnök, akinek a nevéhez a 80-as években ez a neoliberális, majd még erről sokat fogunk szólni, a neoliberális ma a világon egyébként uralkodó társadalom és gazdaság szemléletnek a politikai megalapozása fűződik, és amikor sorozatban hozott katasztrofálisan rossz döntéseket, a jövőt felélő döntéseket, és ezt egyszer szóvá tették neki, úgy megfogalmazva a hozzáintézett kritikát, hogy elnök úr nem érez felelősséget a következő nemzedékekért, nem látja, hogy ezekkel a döntéseivel valójában a következő nemzedékek lehetőségei éli fel rövidlátó módon. És erre Ronald Reagan cinikusan azt válaszolta, hogy miért éreznék én bármilyen felelősséget az utánam következő nemzedékekért, és miért tennék értük bármit, vajon tettek-e ők, és tesznek-e ők értem valamit. Nyilvánvaló, nagyon frappáns és szellemes mondás, a következő nemzedékek, miután még egyelőre meg se születtek, tételezzük fel, értelemszerűen nincsenek abban a helyzetben, hogy bármit tegyenek az előző nemzedékekért, nagyon frappás és nagyon szellemes, de egyúttal végtelenül pusztító ez a logika, amely tehát arra irányítja rá a figyelmet, hogy mindnyájunknak szakrális történelmi felelősségünk van azért is, ami egészen bizonyosan azután következik be, amikor mi már nem leszünk itt ezen a földi világban. A két világháború közötti időszak leghíresebb közgazdásza John Maynard Keynes, aki csak azért nem kapott Nobel-díjat, mert akkor szerencsére még nem osztogattak Nobel-díjakat közgazdászoknak, de egyébként biztosan kapott volna. Már az első világháború utáni békerendezésnek is egyfajta ilyen gazdasági építésze volt, és aztán a második világháború után meg teljesen az ő nevéhez, akkor már messze ő volt a világ leghíresebb közgazdásza, és azok a tárgyalások, amelyek a világ újjáépítése, ugye a háború utáni újjáépítése, az új gazdasági világrend, az új pénzügyi rend, ami a második világháború után például a Nemzetközi Valuta Alappal létrejött, az mind az ő nevéhez fűződik, és neki volt egy híres mondása, amikor a hosszú távú gazdasági tervekről, egyáltalán hosszú távú gazdasági gondolkodásról kérdezték, hogy úgy fogalmazott, hogy hosszú táv, ugyan hosszú táv, hosszú távon egy valami biztos, mindnyájan meghalunk. Ez szintén nagyon frappáns mondás, szellemesen fejezi ki a lényeget, és alig ha vitatható, hosszú távon valamennyien meghalunk. De az ember ott kezdődik, és egyúttal ott is végződik, ahol képes felelősséget érezni mindazért, ami egészen biztosan azután fog bekövetkezni, amikor ő már nem lesz a földi világban. És ez a lényege ennek a kérdésnek. Csak akkor lehetünk jó gazdái ennek a világnak, csak akkor gazdálkodhatunk a jó gazda gondosságával, hogyha az idővel is tudunk gazdálkodni. Méghozzá mind a két idővel egyszerre. A rövid távú idővel is, a számunkra kézzel fogható és átélhető, fizikailag, anyagilag is megragadható közvetlen életidővel, ez a Kronosz, de a hosszú távú létidővel is, ahol számos olyan döntést is kell hoznunk, amely igen-igen hosszú távú, és ahol könnyen előfordulhat, hogy az áldozatokat, az energiaráfordítást azt most kell megtennünk, ezt most hozzuk meg, de mindennek a hozadéka már minket egyáltalán nem fog majd érinteni. Egyébként, hogy egy egészen hétköznapi példát mondjak, mindjárt által átélhető köznapi példát mondjak erre, mármint arra, hogy a rövidtávú téridőben meghozott áldozat, illetve a rövidtávú téridőben átélhető haszon, az élvezet, az mindig sokkal foghatóbb, ahogy szoktuk mondani, mint a hosszú távú. Ezt mondjuk két nagyon egyszerű példával lehet megvilágítani, amikor valaki
érzi, hogy le kellene szokni a cigarettázik, nagyon élvezi, persze, csodálatos dolog lehet, én ugyan nem dohányoztam sosem, de csodálatos dolog, különösen jó ebéd után, kávézás közben rágyújtani, biztos, hogy élvezi, de úgy érzi, hogy le kellene szokni, tehát egyik szituáció. A másik, szintén egészen köznapi szituáció, hogy úgy érzi, hogy hát azért van kb. 15 kg túlsúly rajta, bizony ennek egy részét, jó minél több részét valahogy le kellene adni. Nos, már is előttünk a Kairosz, hogy mennyire nem elvont a filozófia, ez a példa bizonyítja, már is előttünk a Kronosz és a Kairosz esete, és persze ellentmondása és feszültsége, hiszen az áldozatot például azért, hogy leszokjak a cigarettáról, vagy legalábbis csökkentse, vagy hogy a túlsúlyomból leadjam valamit, az áldozatot azt ma kellene meghozni. Tehát most kellene bizony akár komoly szenvedések árán meghozni azt az áldozatot, aminek a hozadéka csak hosszú távon, és legyünk őszinték, sokszor bizonytalanul jelentkezik. Különösen a cigarettáról való leszokás, de a lefogyás esetében is, hát az majd, különösen mondjuk, ha ezt egy 30 éves embernek kell megtennie, és azt mondja, hogy jó, de ez majd azt jelenti, hogy akkor mondjuk nem 75 éves koromban fogok meghalni, hanem 85 éves koromban. De legyünk őszinték, egy 30 éves ember számára nem biztos, hogy elegendő hajtóerő a mai jelentős és súlyos áldozatok meghozatalára az, hogy mondjuk 30-40 év múlva 10 évvel hosszabb ideig fog élni. Tehát ez az egyszerű példa mutatja meg számunkra azt, hogy a mostban, tehát a Kronoszban, a most átélhető közvetlen időben meghozott áldozat, illetve átélt élvezet, az mindig értékesebb, és mindig biztosabb is, és fogható, mint az, ami a hosszú távú időben következik be. És ez sajnos nagyon gyakran tévutakra visz minket. Nem hozzuk meg azt az áldozatot, amit pedig meg kellene hozni annak érdekében, hogy majd a hosszú távú hozadéka mindennek meglegyen. Illetve nem mondunk le azokról, ez a dolog másik oldala, ugyanaz csak a másik szempontból megfogalmazva, nem mondunk le azokról az élvezetekről, amelyekről pedig sejtjük, hogy hát most élvezet, de később bizony ennek az ára sokkal nagyobb lesz, mint az az élvezet, amit most átélek. Tehát ezek a nagyon egyszerű példák talán látható erővel bizonyítják számunkra azt, két dolgot. Egyfelől, hogy a filozófia egyáltalán nem elvont dolog, nagyon is konkrétan a hétköznapi életünkhöz kapcsolódó és ott átérhető döntéseknek a megalapozója kellene, hogy legyen. Másfelől pedig azt is megmutatja számunkra, hogy a jó gazda gondosságával, hiszen itt is erről van szó, akár a cigiről szokunk le, vagy akár kicsit le szeretnénk fogyni, ez is gazdálkodás, a fizikai testünkkel való gazdálkodás egy sajátos formája, adott esetben egy társadalom számára akár még fontosabb is lehet, mint az anyagi javakkal való gazdálkodás. Számos előrejelzés szerint például az Amerikai Egyesült Államok, amely ugye messze a világ leggazdagabb, leghatalmasabb gazdasága, az Egyesült Államok számára akár néhány évtizeden belül a szószoros értelmében sok 100 milliárd dollárra tehető károkkal, költségekkel járó nemzeti katasztrófa lesz például a túlsúlyosság. Az, hogy népbetegségé válik a világ egyébként leggazdagabb országában, azok a legkülönbözőbb anyagcserebetegségek, amelyek a helytelen táplálkozási szokásokhoz és egyáltalán a helytelen fogyasztáshoz kapcsolódnak. Ez egyúttal arra is felhívja a figyelmet, erről majd még sokat fogunk beszélni, hogy a mai ember, noha önmagát racionális lénynek tartja, és úgy véli homo economicus, ahogy utaltam rá, hogy helyesen és észszerűen dönt, a fogyasztási szokásait illetően ennek éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk ma a világ szerte, az a kép látszik kibontakozni, hogy az emberek jelentős része valójában katasztrofálisan rosszul dönt akkor, amikor a hétköznapi fogyasztás során arról kell döntenie, hogy milyen szükségleteit hogyan elégíti ki. Rosszul ismeri fel ezeket a szükségleteiket, és katasztrofálisan hamis döntéseket hoz, amikor ezeket a szükségleteket kielégíteni próbálja. És nyilván ezek mind visszavezetnek minket ahhoz az alapvető
okhoz, József Attilával szólva, a meg nem gondolt gondolathoz, amely szétszakítja egymástól egyfelől az elgondolhatóságot és megvalósíthatóságot, illetve ennek a folytathatóságát, a hosszú távú harmonikus beilleszthetőség lehetőségét. A mai világ berendezkedését, noha ezt a szót különösen Magyarországon, meg a rendszerváltással kapcsolatban talán viszonylag ritkán használjuk, de a 19. század óta kapitalizmusnak szokás nevezni, ami ugye a tőkére utal, a felhalmozott, főként anyagi tőkére, bár hát az utóbbi évtizedekben használják már a humán tőke kifejezést, tehát lassan a tőke, mint alapvető kifejezés olyan javakra is használatos, amelyek nem közvetlenül az anyagi jószágokat, hanem sok esetben szimbolikus javakat írnak le, például lelki, erkölcsi és szellemi javainkat, tudásunkat, hiszen a humán tőkénél például erről is van szó. Nos, ennek a kapitalizmusnak, amelyet ugyan a 19. század óta nevezi így meg önmagát, talán ez a pontosabb kifejezés, évszázadokig kellett várni arra, hiszen azért persze maga ez a berendezkedés már legalább 500 éve vagy 600 éve létezik, és születési helye egyértelműen a nyugati kultúra, Nyugat-Európa, és ennek a történetét fogjuk majd a továbbiakban egy kicsit részletesen is áttekinteni, mert nem lehet eleget hangsúlyozni azt, hogy a történelem az élet tanítómestere, mondja kicsit közhelyszerű, de attól még természetesen igaz mondás. Ezt a magunk számára talán úgy fogalmazhatnánk meg, hogy ahhoz, hogy a dolgok természetét megértsük, ahhoz a dolgok történetét kell megérteni, mert a dolgok természetének a megértéséhez a dolgok történetének a megértése adja a kulcsot. Tehát szegény kapitalizmusnak a jelek szerint 5-600 évig kellett várnia arra, hogy jöjjön valaki, aki valami hihetetlenül frappáns, szellemes módon megfogalmazza a lényegét annak a létberendezkedésnek, amelyet tehát a 19. század óta kapitalizmusnak nevezünk, és amely a nyugati kultúra segítségével az elmúlt néhány évszázad során az egész világon egyeduralkodóvá vált, és ma is az. Alapvetően ez határozza meg az emberi létezés egészét. És ez a valaki nem más, mint Milton Friedman, Nobel-díjas amerikai közgazdász, néhány évvel ezelőtt hunyt el, nagyon szép kort élt meg, 93 éves volt, amikor meghalt. 30 éven keresztül volt a Chicagói Egyetem közgazdasági tanszékének vezetője, a Nobel-díját is akkor kapta a 70-es években, és hát azt nem állítanám, hogy ezért a mondásáért kapta a Nobel-díjat, de minden esetre annak a logikának, amely emögött a mondás mögött meghúzódik, biztos, hogy komoly szerepe volt abban, hogy Milton Friedmannak a Nobel-díjat odaítélték. Ezt egy előadása során használta egyébként, amikor azokkal vitázott, akik arra hívták fel a figyelmet, hogy a tőkének, úgy általában véve a tőketulajdonosoknak felelősséget kellene érezniük például az ökológiai, tehát a környezeti kérdésekért, sőt felelősséget kellene érezniük mondjuk azért a helyi társadalomért is, amelynek a munkaerejét felhasználják, tehát ahol tevékenykednek, tehát hogy a tőkének egyfajta ilyen ökológiai és szociális felelősséggel, sőt öko-szociokulturális felelősséggel kellene rendelkezni. Egyébként azóta, amióta Milton Friedman ezzel vitatkozott a 70-es évek óta, ez azért mégiscsak alakulóban van. Ma van is ennek egy angol nyelvű megnevezése, ami kicsit leegyszerűsítetten azt mondja, hogy corporate social responsibility, tehát úgy fordíthatnánk le, hogy a nagyvállalatok, ugye a corporate ez erre utal, tehát a nagyvállalatok szociális felelősség érzete vagy valami, tehát ugye corporate social responsibility, és ennek a kifejezésnek a létezése azért mégiscsak arra utal, hogy a jelek szerint a tőketulajdonosoknak van valamiféle, és minél nagyobb tőketulajdonosokról van szó, annál inkább mostanában, mintha valami lelki furdalása volna. És Milton Friedman annak idején, ott a 70-es években, ebben az előadásában éppen ezt mondta kétségbe, mármint azt, hogy a tőketulajdonosoknak bármiféle
lelkifurdalást kellene érezniük, és akkor következzék a mondás. Angolul úgy hangzik, ez egy szójáték valójában, angolul úgy hangzik, hogy the business of the business is the business. Amit, hogyha szó szerint fordítunk le, ugye a business az leginkább az üzletet jelenti, mármint a tőkés vállalkozás, tehát the business of the business is the business, ami szó szerinti fordításban azt jelenti, hogy az üzletben az az üzlet, hogy üzlet. Ez magyarul egy kicsit talán értetlenkedésre ad okot, ezért aztán tartalmilag kell inkább lefordítanunk. Ha tartalmilag fordítjuk le, akkor a business szó háromszor szerepel ebben a mondásban, de ha magyarra fordítjuk, minden esetben mást jelent ez a business. Talán úgy lehetne lefordítani, hogy a tőke tulajdonosnak, ez a második business kifejezés, az a dolga, ez az első business kifejezés, hogy profitot termeljen, ez meg a harmadik, ugye the business of the business is the business. Tehát a tőke tulajdonosnak az a dolga, az angol ezt így fejezi ki, hogy nekem az a dolgom, it's my business, tehát ez a dolgom. Tehát a tőke tulajdonosnak az a dolga, hogy profitot termeljen, tehát magát a profittermelés folyamatát is businessként nevezik meg értelemszerűen. A hétköznapok során talán leginkább ez áll a legközelebb ahhoz, amit a magyar nyelvben is időnként használjuk, hogy ez egy jó business, vagyis hogy jó sok profitot, jó sok hozadéka van ennek számomra. Tehát egy előadás keretében szakadt fel belőle ez a gondolat, állítólag teljesen spontán módon, de kétségtelen nagyon szellemes, tehát the business of the business is the business. Tehát a tőke tulajdonosnak az a dolga, hogy profitot termeljen, és semmi más dolga nincs. Eszébe ne jusson, mondta Milton Friedman, hogy bármiféle lelkifurdalást, felelősségérzetet és egyebeket fogalmazzon meg, neki az a dolga, hogy profitot termeljen, ezt már én teszem hozzá, ezek szerint bármi áron, mert hiszen mi másért volna a bűntudata esetleg, mint az, hogy na jó, profitot termelek, de ezzel másoknak súlyos költségeket hozok létre. Tehát a dolognak pontosan az a lényege, hogy Milton Friedman és az általa megalapozott neoliberális, az imént már Ronald Reagan elnökkel kapcsolatban említettem, ezt az eszmeáramlatot, amely az elmúlt 30 évben a társadalmi-gazdasági kérdéseket meghatározó, tehát globálisan uralkodó nézőpont Magyarországon is, tegyük hozzá, és nem csak a rendszerváltás óta, sőt, éppen a rendszerváltás 80-as évekbeli megalapozása során vált uralkodóvá Magyarországon is ez a megközelítési mód. Tehát ennek a megközelítési módnak ez fejezi ki a legjobban a filozófiai alaptörekvését, amely szerint tehát the business of the business is the business, a tőke tulajdonosnak az a dolga, hogy minden áron, ezt már mi tesszük hozzá, de végül is következik a logikájából, hogy minden áron profitot termeljen. Tegyük hozzá azt is, hogy akár azon az áron is, hogy 10-szer, 100-szor akkora kárt okoz másoknak. És itt észre kell vennünk, hogy ezek szerint ez a rendszer, mármint a kapitalizmus egész szerveződési módja, csak akkor működik, hogyha a költségek jelentős részét másokra tudom áthárítani. Tehát például, hogy egész konkrét példákat mondjak, valami olyan tevékenységet, valami bányászati tevékenységet, vagy éppen feldolgozóipari tevékenységet végzek, amelynek természetes következménye, mindennapos következménye az, hogy tönkreteszem mondjuk 1 millió ember ivóvíz készletét. Elmocskolom, megfertőzöm, tönkreteszem, vagy éppen egyáltalán elfogy onnan a víz, mert úgy avatkozok be azok a rétegekbe, talajrétegekbe, hogy eltűnik onnan a víz. Tehát tönkreteszem mások létfeltételeit, és okozok ezzel nekik sokkal nagyobb kárt, mint amennyi hasznot én egyébként pénzügyileg, profitként kimutathatok. Vagy egy még kézenfekvő példa, amikor közvetlenül károsítom az adott társadalmat. Ennél az előző példánál ugyanis közvetetten károsítom, mert a természeti feltételeit roncsolom, és ezzel hozom nehéz helyzetbe a társadalmat. Ez látszólag ökológiai probléma, de ugyanúgy szociális is, hiszen nyilván csak időkérdése, hogy az ott helyi társadalmat igen nehéz helyzetbe hozza mindez. Amikor pedig közvetlenül terhelem és roncsolom a helyi társadalmat, arra a legjobb példa mondjuk a gyerekmunka. Ma több millió 10 év körüli gyereket foglalkoztatnak szerte a világban, legfőképpen Ázsiában, részben Afrikában,
kisebb részben Dél-Amerikában, és ezek a folyamatok, mondjuk 10 óra nehéz fizikai munkát végez egy 10 éves gyerek, egy teljes dollárért végzi ezt naponta 10 órát. Viszonylag könnyű kiszámítani, hogyha a 10 éves gyerekek ahelyett, hogy rendesen iskolába járnának, nehéz fizikai munkát végeznek egy dollárért, akkor ez az adott helyi társadalom brutális önkifosztását jelenti, tönkre teszi magát természetesen a helyi társadalom. Ez a két egyszerű példa is bizonyítja azt, hogy valójában a tőke legbelső természete az, csak ugye több száz évnek kellett eltelnie, amíg Milton Friedman világra segítette ilyen frappás szellemességgel ezt a logikát, amelynek tehát a lényege az, hogy ha tőke tulajdonos vagy, akkor ne érdekeljen, hogy egyébként mekkora károkat okozol másoknak, az a lényeg, hogy te profitot termelj. Még akkor is, hogyha az általad okozott kár akár 10-szer, 100-szor nagyobb, mint az a profit, amit te létrehoztál. Vegyük észre, hogy ez a logika valójában az emberiség kollektív öngyilkosságának logikája. Hiszen ez arra hívja fel a figyelmet, sőt arra ösztönöz, hogy ne foglalkozz semmivel, ami nem téged közvetlenül éri. Megint bizonyos értelemben véve, bár itt inkább talán térben és nem időben, de hát az ember mindig téridőben él és gondolkodik, de ugyanezt fogalmazza meg, mint a Kronosz és a Kairosz esetében, tehát ami nem helyileg és időben nem engem érint költség, azt nyugodtan áthárítatom másokra, időben és térben, majd másokat fog érinteni, vagy olyanokat, akik távol vannak az én életteremtől, vagy olyanokat térben, vagy olyanokat, akik időben vannak távol tőlem, tehát a következő nemzedékeket. Nyilván az ökológiai áthárításnál, meg a szociális, szociokulturális áthárításnál is létezik mind a két dimenzió. Időben és térben is áthárítom ezeket a terheket másokra. És mivel állandóan csak teherviselő lenni értelemszerűen senki nem szeret, ezért fel kell tételeznünk, hogy akik állandóan csak a terheit viselik mindennek, azok hát egy idő után valószínűleg nem tetszésüknek adnak hangot valamilyen formában, lázadoznak. Tehát bizonyos értelemben véve egy ilyen élethelyzet csak idő kérdése, hogy mikor hívja életre a polgárháborús tendenciákat, rendkívül súlyos társadalmi konfliktusokat, és ezen társadalmi konfliktusok fékentartása érdekében nyilván a tőke tulajdonosoknak valamilyen logikailag nem lehet másféleképpen, valamiféle erőszakot kell alkalmazniuk. Ez az erőszak lehet nagyon kifinomult erőszak is, ami nem feltétlenül rendészeti erőket, hanem például különböző manipulációkat jelent. Tehát félrevezetik, hamis magyarázatokkal látják el, érzik, hogy a szenvedés valamilyen, a szenvedésük megmagyarázása előhív valamiféle gondolkodási ívet az emberekből, de igyekeznek ebbe beavatkozni, és igyekeznek valami egészen másfajta, nyilván hamis és pusztító magyarázatot adni ennek a súlyos helyzetnek, a folyamatos teherviselésnek, illetve áthárításnak a megmagyarázására. És ezzel kritikus ponthoz érkeztünk, a mai beszélgetésünk végéhez közeledve, ezen a kritikus ponton meg kell fogalmaznunk azt a lényeget, hogy az a valami, amelyben élünk, az egész világ él, tehát a nyugatias kapitalizmus, talán pontosabb az, mondjuk a nyugatias modernizáció világa, amely legalább 600 éve indult el hódító, világhódító útjára, és a 19. század óta a kapitalizmus nevet viseli. Nos, ez a berendezkedés létfelélő, az emberi lét felélésére, önpusztító és létfelélő berendezkedés. Ez nem túlságosan jó hír, és belátom, hogy nem vált ki osztatlan lelkesedést, feltételezem önökből se, nem jó azzal szembesülni, hogy az a világ, amelyben élünk, és amelyről egyébként a hamis ideológiák és manipulációk alapján valóban hajlamosak voltunk azt hinni, hogy ez minden létező világok legjobbika, és arról egyre inkább kiderülni látszik, hogy létfelélő és önpusztító jellegű. Valójában az emberiség kollektív öngyilkosságának egy sajátos módja. És a befejezés előtt ígéretet teszek egyrészt arra, hogy ennek a történetét, hogy hogy kerültünk ebbe a zsákutcába, ennek a történetét azért elég részletesen át fogjuk tekinteni a további beszélgetéseink során.
Másrészt pedig egy pillanatig még el kell időznünk, talán erre még van időnk, néhány mondatban, hogy összefoglaljuk azt az azonnal, már itt ezen a ponton felmerülő teljesen jogos kérdést, hogyha ez igaz, tehát a kapitalizmus létfelélő és önpusztító jellegű, hiszen ha bármi áron áthárítatom a terheket másokra, akkor egy idő után tönkreteszem és elmocskolom a világot, mert az egész világ csak egyetlen hulladéktároló lesz az áthárított, az áthárításokból kialakuló globális hulladéktárolóval, ökológiailag, szociálisan és kulturálisan. Egyébként legyünk őszintén, sokszor valóban szinte látjuk is magunk előtt ezt a hulladéktárolóvá vált világot, ökológiailag mindenféleképpen, sokszor szociálisan is és kulturálisan is, számos kultúrmocsokból, ha úgy tetszik. És akkor magyarázatot kellene adni, mielőtt nekivágunk ennek a történetének a feldolgozásához, magyarázatot kellene adni röviden, és innen kezdjük majd a legközelebbi beszélgetésünket, hogy ha ez így van, tehát a kapitalizmus eleve önpusztító, létfelélő jellegű, akkor miért nem pusztult el már a bölcsőjében, ha úgy tetszik, valamikor a 15.-16. században, a keletkezése idején itt Európában. Miért nem pusztította el saját magát? És erre két magyarázat adódik, amit részletesen már csak a következő alkalommal, illetve a további beszélgetéseinkben tudunk megválaszolni. Két oka van ennek. Az egyik, hogy a nyugat, és ezt a gyarmatosításnak nevezett egyébként megszépítő, mert itt sokkal brutálisabb összefüggésről van szó, folyamat keretében a terheket szépen kihelyezte a világ többi részébe. Tehát ugye cost benefit, mondja az angol, költség és hozadék. A költségeket áthárította a világ többi részére a gyarmatosítás keretében, a benefit, tehát ugye a hozadékát, mindennek pedig ügyesen megtartotta magának. Az a kettősség, ami az elmúlt 300 évben leginkább feltűnő volt a világon, hogy a nyugat gazdag és egyre inkább gazdagodik, gazdag és fejlett, a világ többi része meg nyomorba és elmaradottságba süllyed, ez pontosan ennek a világméretű áthárítási folyamatnak a része, ahol a gazdag nyugat központjaiba összpontosult minden, ami hozadéka a kapitalizmusnak, és ennek az ennél a hozadéknál sokkal nagyobb árát pedig a nyugat nagyon ötletesen, majd áttekintjük ezeket a nagyon ötletes mechanizmusokat, áthárította és áthárítja ma is a világ többi részére. Hogy hogyan? Ezt most már csak a következő részben, illetve részekben fogjuk átfogóan és részletesen elemezni annak érdekében, hogy az élet a történelem tanítómestere, megtaláljuk a kulcsot a mai világ természetének a megértéséhez, amelyhez ezt a kulcsot a mai világ történeti kialakulásának áttekintése adja. Köszönöm szépen!